Szerbia legnagyobb iskoláskor előtti intézménye az Újvidéki. Mintegy 2000 munkást alkalmaznak, akik a város területén lévő 71 objektumban 16 000 gyerekre felügyelnek. Hosszú idő után most új központi konyhát, azaz kifőzdét kapott az intézmény. Naša kuhinja ovog trenutka će pokriti i decu sa alergijama. Znači sem glutena, je li tako da? Sem glutena, ostalo sve sa alergijama, sve smo pripremili, ići će jedan poseban deo kuhinje, posebna linija koja će da se bavi samo time sa posebno odvojenim kuvarima i posebnim režimom ishrane. A legmodernebb berendezésekkel felszerelt konyha napi kapacitása 60 000 adag melegétel, így más vállalatok és intézmények részére is készülhet itt eledel. Da će đaci srednje ekonomske škole i hemijsko-tehnološke škole moći da dolaze, da imaju ovde dualno obrazovanje, odnosno praksu. Da vide sve procese o kojima uče. I to smo pričali i sa šefom kuhinje, odnosno o centralne kuhinje i sa svim ljudima koje ovde vode, da klinci koji treba sutra da rade ove poslove, da budu kuvari, da budu poslastičari, da budu ljudi koji kontrolišu hemijsko-tehnološku ispravnost, biološku ispravnost hrane, mogu da uče pod najsavremenijim uslovima, na najsavremenijoj opremi i u stvarnoj proizvodnji. Vajdaság az iskoláskor előtti intézmény központi konyhájának építését és fejlesztését több mint 400 millió dinárral pénzelte, mondta Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke. Ovo je primer ne samo saradnje, nego primjer postavljanja standarda koje želimo da prenesemo i na mnoge druge oblasti. Mi ćemo već narednih nedelja održati sastanak u pokrajinskoj vladi sa predstavnicima svih lokalnih samouprava, pa i sa predstavnicima grada, sa gradonačelnikom i njegovim saradnicima, da idemo dalje u nove projekte. A korszerű konyhának köszönhetően az óvodákban levő gyerekek egészségesebben táplálkoznak, majd hangzott el a látogatás alkalmával.